Sziasztok! A színes ceruzákról szóló sorozatunk harmadik részében két ilyen extrémebb ceruzáról fogok beszélni. Az egyik a Metallic nevű, ugye ez egy metal színeket tartalmazó minikészlet, a másik pedig a Derwent Drawing nevű, szintén egy minikészlet. Azért minikészlet, mert mind a kettő csak limitált 24 szín tartalmaz. Nézzük meg, mire való. A metál ceruza arra való, ami a nevében is benne van, tehát ilyen metálos, fényes fémszíneket tartalmaz, mint bronz, meg réz, meg egyéb ilyen tényleg ilyen fényes színeket. Leginkább kiegészítő színnek való, önállóan is lehet használni, de a színek limitáltsága miatt nem mindent lehet vele megrajzolni. Tehát nyilván egy olyan témát, hogy ilyen, amiben ilyen nagyon fényes metálszínek vannak, absztrakt, non-figuratív dolgok azokra alkalmas, vagy ha olyan a téma, tehát ilyen nagyon modern téma arra alkalmas, de mondjuk természeti képeket nem nagyon lehet ezekkel a színekkel megrajzolni, jó? Tehát lehet önállóan is használni, de inkább kiegészítőként lehet sokszor alkalmazni. Jó, a másik ugye ilyen speckó ceruza, ez a Derwent Drawing nevű ceruzája. Erről azt kell tudni, hogy ez egy 24 ceruzát vagy szint tartalmazó mini készlet. Úgy lettek összeválogatva a színek, hogy ezek mind harmonizálnak egymással. Nincs benne a teljes színpaletta, nincsenek benne sárgák, vagy nagyon élénk intenzív színek, vagy pirosak például, hanem ilyen természetesebb földszínek vannak benne, ilyen zöldek, barnák, barnás-vörösek, de ezek mind-mind-mind összepasszolnak ezek a színek. Azaz, hogyha ezzel a készlettel kezdesz el rajzolni, akkor nem is kell ilyen színelméleti tudás szinte, egyedül a tónusokra kell figyelned, és ha arra figyelsz, és ezzel a ceruzával megrajzolsz egy rajzot, akkor az jó lesz. A színek miatt elsősorban ilyen természeti képekre alkalmas, tehát tájképekre, meg állatportékat nagyon jól lehet ezekkel a ceruzákkal rajzolni. Ez is egy elég puha ceruza egyébként. Portékat is lehet vele rajzolni, ott sem feltétlenül a színhűségre kell törekedni, hanem inkább csak a tónusokra. Jó, de a lényege az, hogy semmiféle színelmélet vagy színkeverési ismeret nem kell hozzá gyakorlatilag, hanem ezzel neki lehet állni és lehet rajzolgatni. Mindjárt meg is nézzük, hogy hogyan működik. Ugye ez itt a Drawing elnevezési ceruza készlet teljes palettája. Ugye ebben ilyen természetes színek vannak, ilyen okkerek, zöldek, kékes színezetűek, jó sok vörös, illetve barna, lilásbarna, ezekkel lehet ilyen természeti képeket nagyon szépen megrajzolni. Egyet-kettőt ki is próbálunk most. Először nézzünk egy ilyen vöröses barnát, ezt nagyon sokszor szoktam használni a rajzaimban. Amit lehet érezni, ugye az előző részekben bemutatott puha ceruzák képest, hogy ez is nagyon finoman fog, nagyon puha ceruza. Egy kicsit más jellegű, nem annyira krémes, de nagyon puha ez is. És nagyon szépen terül. Jó, tehát ez is mindenképpen a puha ceruzák közé tartozik. Jó, most megnézzünk egy sötétebb színt. Itt mellette. Jó, tehát ez egy ilyen lilás árnyalatú ceruza. Azért mondom, hogy lilás, mert nem lila, csak olyan lilás-barna. Jó, nagyon szépen terül, nagyon szépen fog. Puha ceruza. Éppen ezért óvatosan kell ezzel is bánni, hogyha használjátok, hogy finoman kell rétegezni. Nézzünk további színeket. Ugye ez egy zöld, és azt lehet megfigyelni a sima színes ceruza készlethez képest, mint például a Procolor vagy a Colorsoft, hogy itt sokkal tompábbak a színek, tehát nem olyan harsány, ragyogó, éles színek vannak, hanem természetesebb, tompább, kevert színek, eleve kevert színek. Ugye most megnézzünk például egy kéket, ugye ez a kék, van egy fantázia neve is, Smoke Blue, de alapvetően nem ilyennek képzeljük a kéket, de ebbe a drawingba ez nagyon jól működik. Ez bármelyik színnel összekeverem, akkor jól fog kinézni.
És akkor nézzünk meg egy kis színkeverést. Akkor kezdjük ezzel a kékkel. Erre most először ráteszek egy sötétebb kéket. Gyönyörűen fog rajta. Aztán jöjjön az a zöldes, amit az előbb használtam. Ugye itt nem annyira látványosak a színkeverések, mint mondjuk az előző részekben használt ilyen piros, sárga, narancs, lila keveréseknél, de bezöldezte. És akkor nézzük rá ezt a barnát. Ez már a negyedik réteg is, még gyönyörűen fog rá, tehát ugyanaz igaz, mint a puha ceruzákra, hogy nagyon jól lehet keverni, rétegezni, sokáig bírja. Utolsóként még egy ilyen okkeres színt, nézzük meg, hogy mit csinál vele. Még ez is fog. Jó? Igen. Most pedig nézzük meg a metál ceruzát, ugye ez a másik ilyen extra ceruza, amiről ebben a blogban most beszélünk. Ez itt a bronz elnevezésű, ugye ebben sok ilyen fémes szín van, mint bronz, meg réz, meg arany, meg ezüst, meg antik arany, ilyen fantázia nevű színek vannak benne. Jó, tehát ez így működik. Most azt lehet érezni, hogy főleg a drawinghoz képest, hogy azért ez jóval keményebb ez a ceruza, nem annyira puha, szépen fog, tehát mondjuk a stúdióhoz képest azért ez puhább, valahol az artist környékén állhat, hogyha be akarom sorolni a puhasság szempontjából. No, tehát ez egy ilyen szín, most megnézzünk egy másikat, ez például a réz szín. Amit még szeretnék megmutatni, az az, hogy ebben a metálkészletben vannak hagyományos színek is, mint például a sárga, de ezek nem olyanok, mint egy normál készletben. Tehát itt ez a sárga ceruza a metálkészletből, de ha ezt elkezdem használni, ez messze nem sárga. Neve ellenére ez egy sárgászöld, egy tompa sárgászöld szín, tehát itt az elnevezésekkel egy kicsit vigyázni kell a metálkészletnél, ne várja a sárgától, ne várja a sárgát. Most megnézzük például a vörös elnevezésűt, hogyha én ezt itt leteszem, akkor hát ez egy erősen lilába hajló szín. Nem tudom, a kamerán vagy a képernyőn hogy fogjátok látni, de itt szabad szemmel az látszik, hogy bizony-bizony ez ilyen lilába, tehát erősen lilá felé tolódó szín, hiába az van ráírva, hogy red. Hogy mennyire nem vörös, most ezért ide teszem mellé a Colorsoftból a szintén red, azaz vörös elnevezés, vagy piros elnevezésű szín, tehát ez piros, ez meg ilyen lilás, tompa, sötétebb lila. Ezekkel a színelnevezésekkel akkor vigyázni kell, mert más fogsz látni, más fogsz találni, mint amit vársz esetleg. Jó, úgyhogy jó, ez a kék meg a lila, ez viszonylag közelít hozzá. Jó, és akkor egy pici színkeverés, kezdjünk el mondjuk erre a lilára keverni egy kis kéket, aztán tetjük rá ezt a pirosnak nevezett lilát, jó, ez is fog rajta. Na, ez most a bronz, tehát amit először használtam, ugye ez már nem olyan látványos, de fog rajta, úgyhogy ezzel is lehet szépen színeket keverni. Ugye, mint az elején említettem, a szín paletta az viszonylag korlátolt, tehát bizonyos rajzokat meg lehet vele csinálni, de van olyan, amit nem. Illetve hát stílus kérdése, mert lehet mondjuk egy metálszínekben pompázó oroszlánt is festeni, akkor nem annyira a realisztikus stílusban csináljuk meg, hanem egy ilyen avantgárdabb, viccesebb stílusban. Összehasonlítva a két ceruzát, puhaság szempontjából a drawing az nagyon puha, a
metal ceruzák pedig olyan közepesen puha ceruzának mondhatók.